Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gémhalom csatorna Stray sorozata. Hogy ránk néz a macska. Ja, itt ez a macskás őrület, és az a helyzet, hogy szerintem itt az ideje, hogy én is belevágjak. Illetve már belevágtam egyszer, felvettem egy fél órás részt. Csak sikerült megoldanom azt, hogy ne vegyen fel a hangomat. Szóval a játék egy fél óráját láttam már, és most újra fel kell vennem. De minden esetre jó szórakozást hozzá nektek. Azt tudni kell, hogy... Ja, mondjuk ez mondjuk egyértelműen várható igazából, mert ugye láttam az első fél órát. Pedig eredetileg úgy vágtam az egész játékba bele, hogy... Abszolút semmit nem tudtam. Há, mindegy. Most így jártunk. Na, de egyébként aranyos a játék, szóval nekem kifejezetten tetszik. Szóval reménykedem benne, hogy nektek is tetszeni fog. Na, itt az elején egy kis pajtásiaskodást fogunk csinálni itt. Igen, megismerhetjük a pandát. Őt csak úgy hívom, hogy fekete. Őt úgy hívom, hogy klón, mert nagyon hasonlítunk egymásra. Kivéve a fehér rész. A fehér rész az ilyen elváltozás. Nem tehet róla szegény, én születtem előbb természetesen. De látjátok, hogy szeretjük egymást. Őt meg fehérnek hívom. Szóval fekete, van klón, meg fehér. Hú, a dorombolást, hogy mennyire jól lehet dinamikusan hallani. Igazából a hangok nagyon jók ebben a játékban. Ezt megállapítottam, amikor előzőleg felvettem. Nya, feküdjünk le ide melléjük szépen. Úgyne. Alapvetőleg, hogyha azt nézem, akkor legalább ez az első fél óra játékidő, ez most lehet, hogy egy 25 percbe bele fog sűrítem egy 25 percbe. Mert igazából, hogyan fogalmazzak, tehát, hogy... Tudom mit, merre, hogyan most már. Nem olyan idegen a játék. Pillangó ébreszt minket. Most a fűbe vagyunk? Előbb nem egy ilyen kis kartonlapra feküdtünk le? Nem, azóta helyet változtattunk. Megállapítottuk, hogy arrébb kell menni. Nem volt elég kényelmes a banda mellett a kartonpapíron. Egyébként láttátok a tappancsokat a kartonpapíron? Nagyon király. Na, kezdődik a játék, csatlakozzunk a bandához. Inside the wall. A falon belül. Hogy ez mit jelent, abszolút fogalmam nincs. Még oda nem jutottam el, hogy bármilyen ilyen világépítő jellegű információt kapjak, hogy mi is történt az emberekkel, illetve miért vannak robotok mindenhol? Bocsánat, ha ez spoilerképpen érintiteket, a trailerben ezt lehetett látni eléggé, szóval a trailert azt úgy tekintem, hogy az már mindenkinek alapinformációk vannak benne. Nyáó, itt is vagyunk. Ahogyné. Szóval tudunk olyat, hogy nyávogunk. Mindenki válaszoljon. Visszanyávogtak mindannyian egyszerre. Illetve van egy ilyen nézetünk is. Tehát itt tudunk így nézelődni, hogyha jobban szeretnénk megnézni, hogy hol vagyunk. Na, de adjunk neki. Gyerünk, boys! Előzőleg is én voltam az atletikus, most is én leszek az atletikus. Ameddig nektek összehozzátok azt, hogy sikerüljön eljönni ide, addig én itt iszogatok szépen. Esküszöm, jönnek. Bármelyik pillanatban jönnek. Hopp, hopp, ott egy macska. Ott van még egy macska. Na, itt jönnek már. Bejutott fehér meg a klón. Fekete, az meg lemaradt. Tipikusan fekete bárány. Úgyné, iszogassatok ti is. Én már ittam egy csomót. Gyerünk előre.
Na, ne lökjél ki. Én megyek másodiknak, úgy. Sőt, beelőzöm fehért is. Én vagyok az alfa hím. Ahogy ne. És megállunk nézelődni itt. Tájképet. Olyan, mint hogyha... Tudom, hogy falnak hívta. De olyan, mintha egy ilyen... minek hívják? Ilyen gát lenne, tudjátok, amin keresztül folyik a víz, és akkor úgy termelnek áramot, meg szabályozzák, hogy mennyi víz megy végig. Oké, de leugrunk, és... így át. Na, nézzétek, fekete az ott most beelőzött minket, ő lent ment. Ő arra ment végig. Igen, határozottan gyorsabban haladok. Az előző alkalommal egy csomó ilyen kis apró hülyeség részletet így kiemeltem, megnézelődtem. De most vissza akarok jutni oda, ahol tartottam. Pedig egész jó videó volt. Hú, de utálom azt, amikor nincs hang. Hopp. Itt mondja el nekünk, hogy tudunk így nézelődni. Éha. Az ott elég mélynek tűnik. Várjátok, nézzük egy... Aha. Menjünk. Menjünk, boys. Ezek a macskák a legveszélyesebb helyeken szeretnek végigmenni. Annak nincs jó hangja. Eléggé csúnyán nézett ki. Elsírom magam. Egyébként eredetileg nem akartam a játékkal játszani, de letöltöttem Elizának, mert ő kifejezetten szereti a macskákat, és én is kifejezetten szeretem a macskákat, és letöltöttem neki, hogy játszogasson vele, és ahogy láttam, hogy játszik, úgy kedvet kaptam én is hozzá. Halló? Itt vagyok! Ja, jaj! Uff, kifeküdtünk. Mondjuk egy ekkora zuhanás után nem csodálom egyáltalán. Csoda az, hogy még magunknál voltunk utána. Valaki azt kinyitotta, illetve azok a nagyra nőtt, nem pattanások, ez kullancsok, nagyra nőtt kullancsok ott mentek el. Gyerünk is, Csicsa. Túl tudod élni. Megtaláljuk a bondát. Kiszagoljuk. Valahol ők arra mentek, mi is arra megyünk. De nehézkesen haladunk. Egyébként nézelődtem. Elég sok irányba így össze-vissza, amikor előzőleg játszogattam, nem nagyon találtam semmit, amit összegyűjthetnénk. Szóval szerintem haladjunk szimplán, amerre kell. Halott város. Dead City. Hopp. Hullen csak földön. Ezeket elkerüljük, így körbenézünk itt fönn, és aztán tovább megyünk erre. Hogyne. Hopp, egy kamera. És amit a kamerával kapcsolatban rájöttem, ezt figyeljétek. Halló! Halló! Ahogy nyávogunk neki, akkor így elkezdi bólogatni a kamera. Ami szerintem egy nagyon jó kis részlet. Na, ők az ilyen robotlakosok. Előzőleg azt hittem megmozdul, de ezek szerint akkor nem mozdul meg. Ja. Van kamera, nézzétek folyamatosan. Help.
segítség. De az eleinte úgy írta, hogy hell, kb. Mint hogyha a pokolt akarnák írni. Itt vannak kamerák, és ezek folyamatosan aktiválódgatnak. Ez most, ahogy nézem, most már nem. Szerintem, ahogy haladunk előre, úgy aktiválódik, és aztán, ahogy tovább mentünk, úgy kikapcsol. Valaki vagy valami figyel minket a kamerákon keresztül. Tehát ezt gondolom, akkor mondanom se kell, illetve nagyon úgy néz ki, mint hogyha valaki ezeket a jelöléseket nekünk küldené, hogy segítsen, hogy merre kell mennünk. Illetve, nézzétek csak! Hogyha nyávogsz, akkor az ilyen jelzések azok villognak, hogy jobban tudjad, hogy merre kell menni. Ami szerintem elég király információ. Kis extra részlet. Nagyon tetszik, hogy a nyávogásnak nem csak ilyen aranyos, de jó pofolt tudsz nyávogni. Ó, itt vagyunk. Hanem van tényleg haszna is. Tehát értitek, ilyen játékmechanikai haszna. Gyerünk, cicukkal. Megmondom, te... Szépen lassan. Csak nyugodtan. Ahogy. Megmondom, őszintén nem nagyon mernék átmenni itt. Vödör. Még egy vödör. Figyeljetek, ezt nem hagyhatom ki. Tehát ez egy nagyon fontos részlete a játéknak. Az összes vödör leverése, amit megtalálunk. Festék 1, festék 2, ez a harmadik festék, ez meg az első megint, mert miért is ne legyen az első? Macska logika. Hopp, ez a rész úgy tűnik, hogy ez folyamatosan akad. Kegyetlenül elkezd akadni azon a részen a játék, nem tudom miért, de az előző alkalommal is ezt csinálta. Viszont apró részletesség egyébként, hogyha egy sétálgatunk, akkor ilyen tappancsnyomot hagyunk a festéktől. Jobb a fal, látjátok? Ott vannak. Majd itt lent jobban lehet látni. Itt le. És akkor nézzétek csak így, ahogy megyünk. Látjátok, ott hagytunk. Tappancsnyomot. Ha! Illetve itt. Kicsit megerősítjük a körmeinket. Áj, nyomjad neki, cicuka. Ne sajnáljad. Egy. Menjünk tovább. Itt is lehetne karmolni, meg itt fel tudok ugrálni, és le tudok venni dolgokat, de maradjunk annyiba, hogy ezek nem olyan fontosak. Ezt már egyszer végigcsináltam, hogy itt mászkáltam össze-vissza, és leveregettem mindenfélét. Viszont innivaló. Tudod, mi az érdekes viszont? Olyan, mintha nem rég tűntek volna itt el az emberek. Tehát nem úgy néz ki az egészen, mintha... Milyen hangod volt? Mint hogyha már nagyon régóta nem lennének itt. Vagy mint hogy így éjszaka alatt így eltűntek volna az emberek. Ezek a nagyra nőtt kullancsok. Belőle sok információt nem szedtünk ki, azt kell mondjam. Tetszik a világ, ahogy kinéz. Illetve a föld alatt vagyunk, azt ugye vágjátok, nézzétek? Ott fenn azok nem csillagok, az valamilyen égbolt, valamilyen plafon. Ezt onnan tudom, hogy igazából a belegondoltak, lezuhantunk nagyon mélyre, és utána bementünk egy kapun. Aha, itt erre. Egy. Hopp, kullancs. Ezek a lények nagyon úgy néznek ki, mint a Half-Life-ból az ilyen hedgehogok, azt hiszem úgy hívták őket, tudjátok, ami rátapadt az arcára az embernek. Elkezdtem megenni, és így helyettesített a csávónak a tudatát, és elkezdte így irányítani a zombiképpen. Ude jönnek. Na, sipírt innen. Nem tudom, hogy mi történik, hogyha elkapnak, mert előbb nem kaptak el. Maradjunk annyiba, hogy szerintem ne kapjanak el most se. Nem próbálk. Hopp, most rám akadt egy. Nem baj, az B betűvel leszedtük.
Ejjj, mennyien vagytok? Nem baj, eddig egész jó arány, eddig csak egy, most már kettő akadt ránk. Merre? Balra? Jó. De sokan vannak. Kérdések végeredményű, hogy ők azok, amik kiirtották az itteni robotokat vagy embereket. Uff. Kicsit akadozva, de sikerült átjutnunk. Cica, follow me. Cica, gyere erre! Nyáú! Hogy látjátok, így jelzi nekünk a játék, hogy erre kell menni, hogyha nyávogsz. Ó, illetve ez is nagyon nagy segítség, ezek a gyertyák itt. Most nem világítanak sajnos, de majd mindjárt lesz lehetőségem megmutatni őket. Ezek a gyertyák még talán jobb segítségek, mint általában szokott lenni. Nem tudom, hogy ezek végképp megmaradnak-e. Hogy az egész játékban így valami vezet minket, vagy sem. Oké. Nem, azért is nem nézünk szét nagyon, mert múltkor körbenéztem, és voltak éppen, tehát oda mehetnénk, de ott nincs semmi. Tehát így lineárisan haladunk igazából végig a játékon. És akkor itt ez erre. Ahogy ne. És akkor megjöttünk ide ebbe a kis valamilyen otthonocskába. Itt például egy darabig elgondolkodtam, hogy mit kéne csinálni. De igazából ebbe egy bejössz szépen. Eltekered ide lefele. Uff. És akkor ilyen intelligens cicaképpen így most már fel tudunk ide jönni. Igen, erre lefele. Alenig lehet a kamerákat folyamatosan közben. Hopsz. Igen, az előző alkalommal megijedtem itt, hogy megint lezuhantunk. Lehet, hogy most game over, mert ez nem tűnik olyan cutscene-es lezuhanásnak. Játék, ne akadjál már be. Illetve azon is gondolkodtam, hogy lehet, hogy ez egy ilyen utalás volt arra, hogy figyelj oda, hogy hova ugrálsz. Mert lehet később lesz tényleg ilyen csapdaszerű hely, ahova ráugrasz és meghalsz, és akkor kezdheted előről egy részét. Vagy pedig csak szimplán lesznek ilyenek, hogy oké, leszakadt, jó van, kicsit visszakerültél, keres egy másik utat. Na most nézzétek! Látjátok? Végigvilágítja. Véget ért, most előről. Úgy. És akkor ez jelzi nekünk, hogy hova kell mennünk, oda föl kéne jutnunk. Ami mi sem egyszerűbb, mert tudom már az utat. Illetve alapvetőleg amúgy se olyan kifejezetten bonyolult, tehát hogy ha esetleg játszatok vele, mert kedvet kaptok hozzá a videó alapján, vagy úgy más miatt, akkor nem kell feltétlenül aggódni miatt, hanem egy olyan nagyon bonyolult platformer játék. Ops. Ez leszakadt. Itt mi? Ja, arra. Szóval ott a kamera mozog. Na itt van egy fénylő, ilyen nem tudom micsoda igazából, olyan, mint egy ilyen fuse lenne. De ezt kihúzzuk, és akkor ugye elveszíti az áramot az a légfrissítős dolog. Ventilátor jó forma. És nem kell magunkkal vinni, itt elveszítenénk, hogyha magunkkal visszük. Illetve ha fel tudjuk használni ezen túl, hogy tudjátok, valamit áram alá rakjunk meg ilyenek. Hogyha találunk majd legközelebb. De flat a lakás. Itt nem emlékszem, hogy itt tudunk-e bármit itt ténylegesen csinálni. Jó. Itt van egy nagyon jó pofaság, nézzétek. Írogat a számítógép, meg válaszolunk úgy, hogy rámegyünk a billentyűzetre és kinyomkodjuk. Tessék, csak számokat kapsz. Azok a betűk nincsenek is azon az oldalt, megmondom őszintén.
igen. Jó. Eléggé random választja ki a betűket, nem úgy, mintha tényleg a billentyűzetre rálépne. Mert ugye itt a numerikus billentyűzet van, itt nem kéne tudnom írni. Te T betűt például. Na mindegy. Merre van ez a... Ó, itt van. Nagyon jó. És akkor most, hogy ugye már tudom, hogy mi merre, hogy... Itt össze kell gyűjtenünk egy pár ilyen kis... fuse-t, vagy nem is tudom, minek nevezzük, és ezeket így be kell rakosgatni. És az előző alkalommal, de most már tudom, hogy mi, de például ott van az a kulcs. Ez nekem olyan gyanús volt, hogy az a kulcs az olyan kidolgozott. És mondom, ezt lehet, hogy meg kéne szereznünk ezt a kulcsot. És amúgy tényleg később meg kell majd szereznünk. Illetve, hogyha megnézitek ezt itt, ez is egy olyan kicsit furán kiállított dolog itt. Nem tudtam, hogy micsoda, de nézegettem, hogy ez micsoda, de aztán később kiderül, mindjárt. Szóval voltak éppen így kiemelgettem, hogy vannak ezek a dolgok így a szobában, és lehet, hogy ezek fontosak lennének később, vagy akár most is. Na, figyeljetek, ezt a fél órát, ezt levittem, mennyire? Egyelőre 22 percre, és mindjárt ott vagyunk, ahol tartottam. Nagyon király. Na, szóval itt egy fura szoba. Mert itt egy robot. És van mellette egy ilyen gép. Ami nem tudom, hogy mi akar lenni. Azon gondolkodom, hogy lehetséges, hogy a gépen belül van az élő személy. Mármint ott benne. A dobozban, vagy milyen szarkofágban. És itt megoldalt meg a robot, amiben feltölti magát. Ez egy érdekes gondolat szerintem. Majd biztos választ kapunk erre. Itt ez kell nekünk. És itt van egy ilyen kis robotocska. És ezt fogjuk és elvisszük ide. Ahogy ne. És akkor most jóformán feltölti magát ebbe a robotba. Ebbe a mini robotba. B12-be. Látjátok, ott a feje elején ott ki van írva. Ilyen korabeli, ilyen futurisztikus játék. Tipikusan, mint a Star Wars-ban is vannak ezek az ilyen kis robotok, amikkel játszanak a gyerekek. Mondjuk adnék egy ilyet. Követ mindenfelé és segít. Nem tudom, kiszámol valamit, vagy nem tudom. Kis pajtás. Tuk. Hát, Cica, ezt megoldottad. És vihetjük szerelőhöz, nézd meg. Na, kérdője, pont. Működött, szabad vagyok, köszönöm. Nem hittem a kameráknak, amikor láttam egy macskát a halottak városában. Nem igazán emlékszem a nevemre, eléggé olyan zavarosak az emlékeim. Az elektromos hálózatba voltam bezárva már hosszú ideje. Azt tudom, hogy dolgoztam egy ilyen kutatónak, aki itt élt. De egyelőre most csak hívja csak B12-nek. Az van az elejére írva. Azt mondja, hogy az van a feje búbjára írva. Eléggé veszélyes a halottak városa, de ahogy láttam, elég jól bírtad a helyzetet. Tűnjünk el innen, köves. Úgy néz, akkor nézzétek, ő megy oda izé kulcsért. Ez a kulcs nyitja az ajtót, emlékszem rá. Hagy vegyem le neked. És fogja, és figyeljétek. Fogja, és szublimálja így előttünk. Nagyon jó. Az akkumulátor, az le van merülve. Mármint alacsony töltöttségű. Gyere velem. Oké. Okay. És akkor nézzétek itt a másik dolog, amire felfigyeltem ebből a szobába. Fel kell venned ezt. Jó. I guess. Nézzétek, hogy lenyomja a macskát. Még le is dalt. Annyira adom, hogy a készítők így odafigyeltek rá, hogy a macskát ez zavarja. Általában, hogyha a macska nincs hozzászokva, akkor ugye zavarja az, hogyha ráraksz valamit így. Pláne ennek azért van valamilyen kisebb súlya. Nem szenved bele. Milyen robot? Ilyen szűnyeg van itt. Puff, kidöltünk.
Ezt nem én csináltam, hogy kidőljünk. Fogta, azt lefeküdt. Na ja, 5 percet lehúztam a 30 percbe. Ez a táska neked kis állatoknak lett tervezve, mint te. Kényelmetlen. Ne aggódj, hozzá fogsz szokni. Digitalizáltam a kulcsodat, és eltároltam a táskádban. Nagyon jó. Szóval most ezen túl van egy ilyenünk, amiben láthatjuk a cuccainkat, be tudunk jönni, így megnézegetni őket. És nézzétek, ott van egy ilyen kis merevlemez, jóformán merevlemez kulcstartó, amit nagyon adok egyébként. Nekem nagyon tetszik. Egy ilyen nem lenne rossz nekem is. Egy kulcstartó, ami úgy néz ki, mint egy merevlemez, de valójában csak egy ilyen pici pendrive. Nem is tudom, hogy lehetne megoldani, tényleg úgy nézzen ki. De ja, jó pofán néz ki. És akkor van egy ilyen részünk is még, hogy memória. De amit látjátok, az a memória, ez... Sensors detecting memory data at proximity. Valahol van a közelünkben egy ilyen emlék, amit be tudnánk, gondolom, szkennelni. De erre már viszont csak a következő részbe fogunk kitérni. Oh, easy. Óvatosan. Ha valaha is kíváncsi vagy valamire, valamilyen tárgyal kapcsolatban, akkor meg tudod mutatni nekem. Vagy másoknak, hogyha esetleg találkozunk velük. Na, menjünk ki ebből a lakásból. Na, most mentett a játék, és én itt tartottam utoljára, amikor itt végigjátszottam. Most van hang, most elméletileg minden rendben föl lett véve. Szóval remélem tetszett nektek ez a videó, remélem visszatértek még, hogy nézzétek tőlem tovább a Strayt. És végre innentől kezdve újdonság lesz számomra is. Addig is pedig figyeljetek, dobjatok egy lájkot, nézzetek körbe a csatornán, hát ha találtok mást, amit szívesen megnéznétek, és sziasztok!